Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertját sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényliék mindazoknak, akik a házban vannak. Máté 5.14.15 Régen történt, hogy élt egy család a tengerparton. Egy alkalommal az egyik gyerek apjával együtt felmászott a világító toronyba, hogy megnézze a fényt. Tudta, hogy a fény száz kilométernyire világít a nyílt tengerre, hogy figyelmeztesse a tengerészeket a veszélyekre, és megóvja őket attól, hogy hajójuk összetörjön a szírteken. Arra számított, hogy valami hatalmas mágia adja a fényt, de nagyon meglepődött, mikor csak egy kis olajmécsest látott. A világítótorony őre elmagyarázta, hogy a sok-sok lapra csiszolt üveggömb a fényt egy adott irányban ezerszeresére növeli. Azt mondod, én csak olyan vagyok, mint egy kis fénye. Mit tehetek én azért, hogy az emberek megismerjék a világ világosságát? Nagyon sokat. Isten meghagyta, hogy életpéldáddal világíts azoknak, akik körülötted élnek. Ahogy beszélsz, viselkedsz, gondolkozol, vagyis egész életeddel visszatükrözheted te is a Krisztustól kapott fényt, és így világíthatsz, mint az Úr Jézus lámpása. Mások, akiknek te világítasz, megtalálhatják hozzá az igazi világossághoz vezető utat, és ők is világítani kezdenek. Így előbb-utóbb a sötétség helyét a fény veszi át a szívekben.